József Attila 11 évesen írta első versét, amelyben elérhetetlen vágyait fogalmazta meg Jolán Júlia számára. 111 éve ezen a napon született József Attila költő, a magyar líra meghatározó alakja, akinek versei több mint 100 év elteltével is tudnak újat üzenni számunkra. Költészete forradalmat jelentett a magyar irodalmi életben, alkotásai szellemi öröksége ma is nyomot hagy a magyar kortárs költők versein. Tél, gipszben a szívem, röggel alatt a világ. Az emberek nyitottak a költészetre, a versre, mondja a nyíregyházi költő Nagy Zsuka, aki a Waldorf iskola vendége volt ma. A kamaszok is fogékonyak a költészetre, az önkifejezésre. Még ha az iskolában kevesebb kortárs költőt ismernek is meg, az interneten megtalálják a poétákat, és van kapcsolatuk verseikkel. Azt szoktam mondani, hogy a vers egy ember, egy versember. Hogy nézd meg, hogy mit tudsz belőle elfogadni. Első látás, amik a külső tulajdonsága, belső tulajdonsága, miért szereted őt, miért nem szereted őt. De szerintem nagyon fontos a hozzáállás. Nem lehet úgy, ahogy már minket tanítottak, nem lehet úgy kortárs költészetet tanítani. Egyszerűen át kell alakítani a nyelvet, a hozzáállást, a didaktikát. Sorok, melyek József Attila verseiből valók, részletek, melyekből szabadon alkothattak közösen egy új verset a diákok. A feladattal a költészet szabadságára, szépségére, az alkotás örömére irányították rá a diákok figyelmét az irodalomtanárok.